Sziasztok! A Filmmakers Handbook könyvösszefoglalónk hatodik részében a zárt fogunk megismerkedni, megnézzük milyen képstabilizálási lehetőségek vannak, foglalkozunk az időkóddal, valamint a tömörítésekkel. Először nézzük meg, mi is a különbség a globál, valamint a rolling shutter között. Ugye a progresszív formátumú felvételmód esetén minden képkockát teljesen rögzítünk. Ugye teljesen rögzítünk egy expozíció alatt. Egy CMOS szenzor esetén, ugye amely globál shutterrel rendelkezik, ott amikor a zár nyitva van, a képkocka minden pixele egy időben kerül expozíció alá. Na most ugye ezen az ábrán látjuk szemléletesen a globál shutter működését. Ugye azonban számos CMOS szenzor a rolling shutter-t alkalmazza mivel tehát rolling shutter rendelkezik, amely ugye a képkocka tetején lévő pixelsorral kezd, ahogy itt látjuk, és ugye így halad lefelé. Ugye természetesen csak kis késés van az alsó pixelek feldolgozása között. Na most a két rögzítési folyamat során erőteljes horizontális mozgás esetén, például mondjuk egy gyors pásztázó mozgásnál, ugye ez a pen vagy panoráma, csak ezek esetén vehető észre a különbség. Ugye például gyorsabb mozgásnál, egyenes vonalak esetén tapasztalunk egy tipikus elhajlást. Ugye jó példa erre ez a helikopter. Kiemelendő emellett, hogy gyorsabb frémréteknél ugye ez a ferdeség vagy elhajlás, ez kevesebb. Ugye ilyen esetben nem, de mondjuk egy pen mozgás esetén a gyors mozgásokat, tehát a hirtelen rándulást, mint például a VIP pen, Ezeket igyekezzünk elkerülni. Na most nézzük meg, milyen képstabilizációs lehetőségek vannak. Ugye számos kamera biztosítja a képstabilizációt, amely tehát a kamera rázkódását, belökődését ellensúlyozza. Így például a kézben tartott kamera hatása kevésbé lesz észrevehető. Vagy álló képek esetén nem lesz bemosódott, tehát bemozdult a kép. Na most első lehetőség az optikai képstabilizáció. Ugye optikai képstabilizációt látunk sematikusan a második ábrán. Ez lényegében tehát az objektív részeinek mozgatásával működik. Na most a következő lehetőség az elektronikus stabilizáció. Miután a kép elhagyja a szenzort, a kép sarkából kis részt levág, hogy a stabilizált képet a képkockában tartsa. Na most ugye a negyedik ábra mutatja ezt, tehát az elektronikus stabilizációt. Ugye a harmadik kis ábra, ugye ezt hagytuk most a végére, itt ugye az történik, hogy például néhány DSLR, valamint tükör nélküli gép esetén magát, ahogy itt látjuk, a szenzort mozgatja a kamera fizikailag, hogy tehát stabilizáljon, így a különböző objekkal is használhatunk. Beszéljünk picit az időkódról. Na most az időkódnak az a célja, hogy minden képkockához, ez ugye a képre, de a hangra is vonatkozik, hogy tehát időbélyeget rendeljen. Ugye az időkód egy 24 órás futórendszer, amely ugye órát, percet, másodpercet és frémet tartalmaz. Na most egy 24 FPS-es példa esetén, ugye azt látjuk, hogy ameddig el tud jutni, ugye az 23 óra, 59 perc, 59 másodperc, és ugye 23 frame. Hiszen ugye nullától kezd, így úgy jön ki a 24 darab frame. Tehát nulla eljut 23-ig, az értelemszerűen 24. Tehát ezen érték után következik az abszolút nulla. Tehát nulla, 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 nulla. Ugye ennek a típusnak az SMPTE Nandrap Timecode a neve, az NTSC esetén, Európában pedig az EBU időkódot használják. Ugye NTSC esetén adott esetben 29,97 FPS-ről beszélünk. Amely ugye 0,1%-os csökkenés, ahogy már egy korábbi előadásunkban erről beszéltünk. Na most ez egy óra alatt 3,6 másodperces úgymond veszteséget jelent. Veszteséget jelent magában a számlálásban. Na most ez a veszteség, ez elsősorban a sugárzott adások esetén okozhat problémát. Ugye erre a problémára a drop frame jelenti a megoldást. Ugye láttuk az előzőbe, hogy non-drop timecode volt az alap. Na most ez a rendszer, amit csinál, hogy két frame számot, tehát két frame értéket minden percben kiejt, ugye itt látjuk, hogy mondjuk ebben az esetben ugye az 1 óra 00 59 másodperc 29 esetén, a következő, már ugye 29, ugye 30 frémes esetén, az nem a 0, de nem is a 0-1, mert kiesik a 0-0 és a 01, ugye? Tehát kiesik két darab frém, így a 02-vel kezd. Viszont kivételt képez a tizedik perc, ahol viszont nem történik kiejtés. Tehát lényegében ezzel korrigálja a rendszer. Na most ugye fontos, hogy ez csak a számlálásra vonatkozik, ugye értelemszerűen a valódi képkocka számot nem érinti. Na most ugye a hangfelvételek esetén mi a helyzet? Ugye ezeknél, hogyha különálló felvevőegység esetén történik a felvétel, akkor ügyelni kell, hogy egyező FPS legyen beállítva. Hiszen csak ebben az esetben lesz pontos a frame. Ugye mi a helyzet a hangfelvételek esetén? Ha különálló felvevő egységet használunk, például egy field recordert, és ugye sok esetben, ha nem is field recorder, de különálló felvevő egység az elterjedt, akkor be kell állítanunk mind a kettőt, tehát a hangfelvevőt és a kamerát is megegyező FPS-re. Hiszen csak ekkor lehet pontos az időkód. Na most a fogyasztói kamerák esetén a NANDRap drop időbélyeg az általános. Ugye ez tipikusan, tehát az abszolút nulla értékkel kezdődik, és ugye klippenként, tehát felvett fájlonként, és nem állítható be előre. Ugye a következő mód a Record Run típus, ez egy olyan időkód mód, ahol a felvétel alatt számlál. Ha megáll a felvétel, akkor megáll. Na most a Time of Day esetén, ugye ez akkor hasznos, hogyha pontosan tudnunk kell, hogy mikor forgott a kamera vagy amikor mondjuk több kamera is rögzít egyszerre. Ugye ez magához a konkrét órában vett időhöz illeszti az időkódot. Tehát azt veszi alapul magyarán. A free mód az hasonló az előzőhöz, tehát így a felvételtől függetlenül fut, de előre beállítható, hogy egy adott számtól induljon. Na most vezessük fel a digitális tömörítést. Ugye a kezdőpont mindig egy tömörítetlen videó, hogy a nyers adat raw, ez szinte tömörítetlenül érkezik a szenzorról. Ugye a debuyering révén, amit részletesen tárgyaltunk korábbi előadásban, az úgynevezett RGB videó kerül létrehozásra. Ugye ezt követi egy transfer funkció, amiből az RGB jelből úgynevezett komponent videót hoznak létre. Ugye ezt az YCBCR jelöli. Ugye a CBCR színkülönbségekre, az Y pedig a fényességre utal. Luminancia, színek pedig prominancia. Ugye maga a jel, mint tömörítetlen videó, az átvihető külső monitorra vagy felvevőre, valamint a kamera kodekeket használva ezt tömöríti, tehát tömöríti a jelet, hogy az adat hordozóra felvigye. Ugye ezen az ábrán egész konkrétan egy Canon C300-as kamera jelfeldolgozását látjuk. Na most a kodekekről. A kodek egy tömörítő, kitömörítő algoritmus. Ugye a felvétel elkészítése előtt tömöríti a videójelet. Ugye gyakran a minőség szóval szokták a kodekeket illetni, de inkább a pontosság kifejezés jó az osztályozásokra. Ugye azaz, mennyire hű, mennyire pontosan tömörített a kép az eredetihez viszonyítva. Ugye egyes kodekek gyakorlatilag veszteségmentesen tömörítenek, így a kitömörítés után, tehát ugye amikor lejátszuk a videót, akkor szinte tökéletes pontossággal adja vissza a tömörítés előtti állapotot, tehát az eredeti állapotot. Na most nézzük meg gyakori kodekeket. Ugye a H265, ugye ez a mozaik szó a High Efficiency Video Codingra utal, na most ez támogatja az újabb stream és adásformátumokat is ugye mint például a REC 2020, vagy a HDR-ek esetén ugye a 2100. Na most ez fele annyi adatfelhasználással jár, és emellett ad jobb minőséget, mint a H264, vagyis az elődje. És mindezt 10 biten. Tehát 10 bit a színmérség. A felbontások tekintetében pedig olyan nagy felbontásokat is használ, mint a 8K UHD. Na most a VP9. Ugye ez jogdíjmentes, nyílt forráskódú, úgymond versenytársa az előzőnek. Ez lényegében a Google által a Chrome böngészőbe készült, de sok más alkalmazást is, is támogatott. Ugye egyik erőssége a webes streaming. Na most a H264, mint a legelső, tehát elődje. Ugye utómunka során streamelésre és Blu-ray lemezek esetén is széles körben felhasználták. Az Apple ProRes, Na most ez egy kodek család. A Final Cut Pro vágóprogramra került bemutatásra, tehát ezzel együtt, ez egy univerzális kodeknek készült, amelyre sok más formátum konvertálható. Ugye ez a kodek család több minőségi szintben elérhető, ugye a 45 megabit per szektől egészen az 500 megabit per szek bitrátáig is elérhető. Ugye egész konkrétan három minőségi szintje van van a ProRes 422 LT, valamint a ProRes 422, ugye simán, valamint a ProRes 422 HQ. Na most ezeknél értelmszerűen a nevéből fakadóan a Color Sampling az mindig 422-es, valamint ugye 10 dolgozik, még mondjuk a ProRes 444, ami mondjuk a teteje a rendszernek, ami már 444 kroma szemplinget alkalmaz. És nem 10, hanem 12 bit. Most ugye az abszolút teteje az a ProRes 444XQ, de ez már egész konkrétan vizuális effektekhez készült, ugye a VFX-hez. Mindazonáltal ProRes RAW is elérhető. Na most a következő az Avid DNX HD és DNxHR. Ugye az eredeti kodek csoportjuk a DNxHD volt, és az újabb pedig a HR. Ugye ez az újabb már a képkockaméretek és a formátumok szélesebb tartományára lett tervezve. Itt ugye többféle változat van, például az LB, low bandwidth, ugye távoli munkafolyamatokhoz, az SQ, vagyis a Standard Quality, ugye vágásra, a HQ, a Higher Quality, valamint a HQX, amely pedig fényeléshez, véglegesítéshez készült. Ugye utóbbi 444-es szinterű, és ugye a legmagasabb minőségű munkákhoz készült. Fontos további kodek, a GoPro Signform. Form. Ugye RAW kamera formátumokat támogat, RGB-t, valamint YCB CR komponent formátumokat is. 8-tól egészen 12 bitig. Ugye magas minőségű lehet, és a GoPro akció kameráiban is használatos. Most a következő az SR-file. Ugye éveken át a Hollywoodi felső kategóriás szalagformátumokhoz volt használatos. Ugye az SR file az a file alapú formátum, amely ezt a kodeket tehát használja. 422 és 44 es formátumot is támogatja. Na most a JPEG 2000. Ugye Hollywoodi digitál cinema package esetén használatos, tehát mozivetítéseknél, így tehát egy meglehetősen magas minőségről beszélünk. A TICO, Tiny Kodek, ez vizuálisan veszteségmentes tömörítés, 4 es arányig. 4K UHD, valamint 60 FPS-es streamelést biztosít. A g valamint a GPLG XS, mint következő, ez lényegében a H265 fejlesztése. Ugye a GPLG XS az vizuálisan veszteségmentes, nagy frame méreteket támogató, gyors kódoló-dekódoló. Na most itt ezen az ábrán a szempontjából, tehát ugye ami megabit per szekundumba van rögzítve, ebből a szempontból látunk összehasonlítva különböző kodekeket. Ugye felül az Apple ProRes, alul pedig a DNxHD. Tehát ez a két család. Ugye látszik, hogy mind a kettő elérhető 444-es, de gyakrabban 422-es formátumban is. Ugye látszik, hogy milyen jelentős különbség lehet a tömörítetlen és a tömörített között. És ugye látszik, hogy egy 495, tehát ugye mondtuk, hogy akár 500 megabit per szekig, körülbelül 500 megabit per szekig is terjedhet a bitrátája, tehát látjuk, hogy gyakorlatilag milyen nagy tömörítést végez a rendszer, és ugye értelemszerűen ez vizuálisan gyakorlatilag veszteségmentes. Na most beszéljünk kicsit végül a gyakori konténerformátumokról ugye konténerformátumok, más néven tároló formátum, vagy multimédiás konténerfájl. Ugye a digitális fájl videóból, hangból és metaadatból áll, amelyet tehát egy konténerfájlba gyűjtenek, konténerfájlba csomagolnak. Ugye a videó tömörítetlen, vagy tömörített lehet valamilyen kodekkel, a hang szintén lehet tömörített, mint például ez az AC de lehet például tömörítetlen is, mint például a PCM. Na most a QuickTime, ugye az Apple fejlesztése, ugye számos alkalmazás használja. Itt ugye a MOV kiterjesztésre kell gondolni. Na most az MPLG4, itt az MP4, m 4 fájlok jelennek meg. Ugye ezt a QuickTime-ból adaptálták. Na most fontos, hogy ez nem keverendő össze a kodekkel, amelynek ugyanez a neve. Tehát például egy MP4 fájl, MPLG 4 videót is képes tárolni, H264-es formátumban. De ugyanez a fájl képes MPLG 2 videót is tartalmazni. Az AVI, ez a Microsoft terméke, ugye felbontása és kodeke tekintetében ez egy limitált konténerformátum. Az MXF, ugye ezt különböző rendszerek közötti cserére, valamint média tárként használják. Ez tartalmazza a rögzített hang és videóadatokat, valamint a fájban tárolt adathordozót leíró metaadatokat. Az AF. Ez hasonló az előzőhöz, szintén egy nyitott formátum a média és a metaadatok cseréjéhez, ugye különböző alkalmazások vagy rendszerek között. Ezt utómunka során használják gyakran, mint egy lehetőséget, hogy a projekt elemeit hogy a videó, hang vagy grafika egyik alkalmazásból a másikba vigyék át. Végül az XML. Na most az XML egy olyan eszköz, amely leírja az adatokat egy alkalmazásban egyszerű szöveg segítségével, amelyet, tehát ezt az egyszerű szöveget egy másik alkalmazás is képes felhasználni. Ugye példának erejéig az XML-t néha egy szerkesztési projekt átvitelére használják egyik vágóprogramból a másikba ugye információt nyújt át a vágott anyagról, a videóról, hangbeállításokról, stb. Ebben a videóban lényegében ezeket szerettük volna elmondani. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, tartsatok velünk legközelebb is, sziasztok!